Köszöntöm Önöket! A mai víkendben főszerepet kap az irodalom, de fotókiállítással is készültünk, és gyönyörű csúhébabákat is mutatunk majd, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Először azonban a Móri Zsigmond Színházba kalauzoljuk el Önöket. Stábunk a ma este megbukunk próbáján járt. Van Önöknél egy kalapács? Nincs. Nem tudták, hova jön? Az a bizonyos társulat, ugye, aki próbál, az attól fél, hogy megbukik, de gondolom, hogy Önöknek nem kellettől tartani, remélhetőleg. Hát remélhetőleg persze nem, de egyébként a színház alapvető feszültségéhez ez hozzátartozik, hogy az ember bármennyire jól dolgozott, bármennyire jó volt egy próbafolyamat, bármennyire bízik a sikerben, azért az a félelem, hogy csak jól sikerüljön minden, csak ne történjen semmi baj, csak szeressék a nézők, ez mindig ott van, és ez szerintem hozzá is tartozik. Tehát ez adja meg azt az adrenalin szintet, azt a feszültséget, amivel egy premiernek neki kell menni. Sőt, én inkább pont arra figyelmeztettem őket, hogy ezt az emelkedett adrenalin szintet, ezt véletlenül se felejtsék el, amikor majd 20-szor játsszák. Mert ez kell hozzá. Jól sikerült a próba folyamat? Igen, én azt hiszem, hogy állíthatom, és azért merem most ezt én határozottan állítani, mert pont tegnap az egyik kolléga, az egyik színész mondta nekem, hogy jó, de jó próba folyamat volt, úgyhogy most ezt ennek az élményével mesélem el. Igen, nagyon kellemes, nagyon jó próba folyamat volt, nagyon jó az anyag, tehát élvezett volt vele dolgozni, ez természetesen biztos, hogy megemelte az egész időszakot, de jó volt együtt lenni, most már ugye 3 éve dolgozom ezzel a társulattal, ez a csapat, akikkel ezt az előadást hoztuk létre, ők a veteránok. Tehát, hogy most itt nem a fiatal titánok voltak, vagy persze senkit nem akarok megbánni, nagyon szépek és fiatalok, akikkel együtt voltunk, de nagyon jó volt az eredeti, originál Móri Zsigmond színház társulatával együtt lenni 6 hétig, akik fantasztikus színészek, és fantasztikusan dolgoztak. Szóval nagyon sokat nevettünk, nagyon szórakoztató volt, és nekem sokszor lélekemelő. Szóval rendkívül örülök ennek az mögöttünk lévő 6 hétnek, és nagyon bízom az eredményében. Jól tudom, hogy egy replika előadás született, tehát hogy az eredetit gyakorlatilag teljesen ide átültették a nyíregyházi színpadra? Igen, ez így van. Ez egy Londonban és a Broadway-n bemutatott előadás. Annak a koreográfiáját csináljuk, de az külön öröm számomra, hogy nem végeredményben nem leutáloztunk valamit, hanem természetesen, mondom, koreográfiájában nagyon sok módon megvolt a táncrend, azt megcsináltuk. De a színészekkel fel tudtuk építeni a figurákat, a karaktereket saját magukból, önállóan, saját magunk, tehát ilyen értelemben az előadás mégis csak eredeti lett, és a sajátunk. Egy krimire készül itt a társulat, ugye? Igen. A kedves független társulat, akiket befogadtunk ide a Móricz Zsigmond Színházba, a Színkör, ők a Gyilkosság a Heversham Kastélyban című krimit készülnek előadni, reméljük, hogy jól sikerül nekik. Kit alakít az előadásban? Én Brukovics Krisztiánt alakítom, ugye színház a színházban, amúgy pedig a darabon belül a felügyelőt. És milyen ez a karakter? Ő a társulat vezetője, tehát ugye itt a nyírbokori színkörről van szó, és ő a társulat vezetője, ő a, hát talán a legprofibb a csapatból, vagy aki a legközelebb áll a professzionális színjátszáshoz. És hát a darab közben is, ugye, amit játszanak, talán ők kapták többször szívrohamot, és próbál odafigyelni, és segíteni, és tovább gördíteni az előadást folyamatosan, hiszen ő rendezte, ugye. A próba folyamat is ilyen szívrohamos volt esetleg? Voltak részek, voltak pillanatok, de hát ez igazából mindegyik próba folyamatban vannak ilyen részek. De egyébként ehhez képest nyugodtabb volt szerintem. Szerintem biztosabb lábakon álltunk végig, egészen sokat tudtunk próbálni, és jó volt. Angliában és Amerikában díjakat is kapott ez az előadás. Ön szerint miért? Tényleg egy nagyon humoros, nagyon egyedi ez az egész darab, ahogy kitalálták. Nagyon-nagyon személyesek a poénok. Csak nehéz kicsit beszélni, úgyhogy ne spoilerezzek. Tényleg nagyon, nagyon frappás, és egy nagyon, nagyon mai vígjáték. Tehát egészen rég született szerintem. Ez a típusú, humorú vígjáték. Szerintem méltán kapott díjakat.
mert nagyon, nagyon passzol a mai korba, a mai humorhoz, és hát végig egy nagyon, nagyon, nagyon komoly jelenlétet kíván minden színésztől. Tehát ha valaki egy pillanatra is elkalandozik, vagy elmegy, vagy nincs ott, akkor az a fajta feszesség, izgalom és adrenalin, ami végig ott kell, hogy legyen, és hát iszonyat fárasztó az egész is. Úgyhogy szerintem méltán kapott díjakat ez az előadás. A Weekend útja Máté Szalkán folytatódik, a Képes Kávéházban jártunk, ahol a napokban emléktáblát is avattak. Jellegzetes, könnyen felismerhető, egyedi stílus jegyek a Máté Szalkai Képes Kávéház vázlatát Makovec Imre, a magyar organikus építészet mestere rajzolta meg még 2002-ben. Ezt adta ajándékba Pénzes Ottónak, aki széles összefogást teremtve megvalósította régóta dédelgetett álmát. A tavaly átadott épület számos kulturális esemény helyszíne volt eddig is, a kávéház történetében most újabb fejezet nyílt. Elérkeztünk abba a pillanatba, amikor a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Vashegyi György, Lisztdíjas karmester, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója felavatta az épület falán elhelyezett Makovec Imre emlék előtt tisztelgő emléktáblát. Szemadam György, akadémikus úr, Munkácsi Díjas festőművész, kiváló művész és érdemes művész pedig felavatta a Képes Géza emléktáblát. Az ünnepségen felavatták az épület galériáján berendezett állandó kiállítást, amelyen Bíró Lajos Kossuth díjas szobrászművész és felesége Szerpa Ihanusz alkotásai láthatók. Az épület névadója és a képzőművészek között érdekes összefonódásra hívták fel a figyelmet. Képes Géza Finnországban a Finn Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja lett a fordításai révén. Akkor ott egy 5 éves kislány játszott valahol egy kis faluban, Szirpa Ihanusz, aki aztán egy szatmári fiúval találkozott, ő a mi Bíró Lajosunk. A művész házaspár a találkozás után természetesen szerelem lett, a szerelemből házasság. A művészházaspár több mint 30 éve él Máté Szalkán, és büszkék vagyunk arra, hogy a Képes Kávéházban rejlő fényt tovább fényesíti az a helyzet, hogy a művészházaspárnak, a Munkácsi Díjas Bíró Lajosnak és Szirpa Ihanusznak egy önálló, állandó tárlatot tudtunk itt közösen a művészek segítségével berendezni. Büszkék vagyunk rájuk, és büszke vagyok arra, hogy Máté Szalka egy ilyen csodával büszkélkedhet, mint a Képes Kávéház. Képes Géza költő, műfordító, kutató Máté Szalka szülötte. Az irodalmáról általános iskolát is elneveztek szülővárosában. Képes Géza egy olyan szellemi nagyság, egy olyan talentum, akit ha Máté Szalkán komolyan vesszük azt, hogy itt a szellemi élet valóban olyan rangú, hogy az ország szellemi térképén is rajta lehetünk, akkor az egyik ilyen kitüntetett pont az Képes Gézának a talentuma, a másik Szalkai László. És ahogyan itt a mint házigazda az összekötő szövegben is meséltem róla, ugye a Képes Kávéház a Szalkai László téren épült, és a Szalkai László tér túlsó végén Bíró Lajos alkotása, a Szalkai László egész alakos szobra áll, testvéröccseivel, Mártonnal és Balázsal együtt, és a két alkotás, a Képes Kávéház és a Szalkai szobor egy vers kősorozattal van összekötve, amit Képes Géza írt Szalkai László emlékezetére. De nem csak így módon állítunk emléket Képes Gézának, hiszen itt a emeleti részt az Képes Géza szalonnak nevezzük. Itt vannak az ő könyvei, műfordításai, tehát a teljes életműsorozat itt van, de nevezhetjük úgy is ezt a kávéházat Képesnek, ugye a képző művészet, tehát képek vannak a falon, és ezeket Bíró Lajosnak, Szirpa Ihanusznak köszönhetjük. Tehát még talán azt is megérjük majd egyszer, hogy Kürti László majd képverseket is fog írni, és így még teljesebbé téve a Képes elnevezést. Ahogy a műsor kezdetén említettem, főszerepben a magyar irodalom, amely a fiatalok körében is népszerű. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy sikeres a Kamasz terasz. Erről beszélgetünk Béres Tamás íróval. Szia Tomi, jó estét! Szervusz, és köszöntöm a nézőket! Hát akkor legyünk tényleg optimisták, hogy van remény arra, hogy azért lesznek a jövőben is olyan generációk, akiknek nem csak az olvasás fontos, hanem az írás.
és nem csak klasszikus irodalmat fognak majd a jövőben olvasni, hanem kortárs irodalmat is. Amikor elindítottátok ezt a Kamaszteraszt, akkor ugye hát nem egyedül, hanem Nagy Zsukával dolgoztok együtt, akkor gondoltátok, vagy reméltétek-e, hogy ennyire népszerű lesz? Reméltük, és nagyon sok tervvel vágtunk bele. Tehát ötleteink voltak, hogy majd hol és mit csinálunk, és ennek azt tudom mondani, hogy a nagyobb része be is jött, vagy meg is tudtuk valósítani. Mert most már a 6.-7. évadába lép ez a program, és nagyon sok diák jön el hozzánk. Még olyan alkalom is van, amikor hát mondhatnám, hogy fiatalabb felnőttek is belátogat, vagy ellátogatnak hozzánk. És olyan is van, hogy eljönnek hozzánk irodalomtanárok, akik megnézik, hogy mi hogyan dolgozunk, mit tudunk a fiataloknak mutatni, miről esik szó, vagy hogyan foglalkozunk velük. Tehát ilyen vendégeink is szoktak lenni. De elsősorban inkább ez egy ilyen fiataloknak szóló közösségi program, amelynek az ürügye az irodalom, ami nagyon fontos, de a foglalkozások mondjuk nagyobb részében, és szerintem ettől bensőséges a dolog, róluk van szó. Tehát, hogy ők mit írnak, hogy ők hogyan írnak, mit olvasnak, mi történt velük az elmúlt egy hónapban. Tehát ezzel telik el az eleje, hogy megkérdezzük, hogy beszélgetünk arról helyesebben, hogy mit csináltak, mit olvastak, mi volt az irodalom órán, mi volt az iskolában, hogy érzik magukat most, és akkor beszélgetnek a saját életükről, a problémáikról, és akkor erre rávilágítjuk, tehát tulajdonképpen rávezetjük őket, hogy erről lehet irodalmi nyelven is beszélni, és ez meg is történik. Hoznak írásokat, verseket, novellákat, ez a második fele, és aztán ennek kapcsán pedig beszélgetünk kortárs irodalomról, beszélgetünk klasszikusokról, egy kicsit ilyen lyukasúra irodalom extra is lesz a végén, és hát ez a szűk 2 óra a végére már kevés is, tehát havonta ez az egy-egy alkalom, de így legalább tartalmasan meg tudjuk tölteni. Egy kicsit az jutott, vagy arra asszociáltam, hogy olyan ez, mint amikor a hívők elmennek a templomba, és akkor ott kapnak új információkat, egy kicsit megtisztulnak, érzik az összetartozás, a valahová tartozás erejét, és egyfajta ilyen irodalmi lélekmentés folyik tulajdonképpen itt a Kamaszteraszon, hiszen nyilvánvalóan azért általában azok, akik írni is szeretnének, azok nagyon érzékenyek, és hát a világ csapásai azok lehet, hogy még erősebben tépázzák őket, mint egy átlagembert, úgyhogy tényleg egy nagyon nemes feladat. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy esetleg mondjuk egy-egy ilyen foglalkozáson, mint egy workshopon, ott közösen ők is formálnak titeket, és nem csak... Nagyon-nagyon rátapítottál arra, amit szerettem volna mondani, mert nem csak mi tanítjuk őket, vagy mi formáljuk őket, vagy mutatunk irányt, hanem olyan lelki dolgokat, tehát olyan bensőséges dolgokat tudunk meg tőlük, és rengeteget tanulunk mi is. Mondanám azt, hogy Nagy Zsuka még nagyon fiatal, mondanám azt, hogy én is az vagyok, de azért inkább már kifelé tartunk a fiatalkorból, hogy így viccesen fogalmaznak, és sokszor azt hisszük, mi végzett tanáremberek, mi irodalommal foglalkozók, mi hétköznapi emberek, hogy ismerjük a fiatalokat, mert tudjuk, hogy milyenek, és valójában arra kell rádöbbennünk, hogy nem mindig ismerjük pontosan, nem tudjuk, hogy mi foglalkoztatja őket, nem olyan nagyon más, mint annak idején bennünket, tehát igazából a témák nem változtak, de a nyelvezet, a közösség, a közösségi kommunikáció, hogy hogyan élik meg a mindennapokat, az igen. És amikor hoznak egy-egy írást, legyen az egy vers, vagy egy novella, vagy egy tárca, vagy csak egy irodalmi fogalmazás, mert ő azt akarja megmutatni. Ez is egy út, hogy ő ebben a közösségben, bármennyire bensőséges ismerjük egymást, de meg tudja mutatni. Ez is egy feladat, hogy ő ki tudjon tárulkozni. És amikor ez megtörténik, ez a csoda, mert hogy fogalmazhatunk így, akkor az mindig egy olyan ikletett pillanat, hogy össze is nézünk Zsukával, hogy ez igen. Tehát, hogy vannak olyan írások, olyan gondolatok, ami nagyon bensőséges, ami tényleg már a magasabb irodalom felé kacsingat.
Igen, az jutott eszembe, ugye, hogy sztereotipizálunk, hogy ilyenek a fiatalok, meg olyanok, és hát ezért ez nem egy massza, hanem sok-sok léleknek az együttese, és valamennyire talán még tükröt is mutatnak ezek az írások nekünk, vagy nektek felnőtteknek, hogy esetleg hát milyen nehézségeket élnek meg nap, mint nap, és azért lehet, hogy arról mondjuk mi a felnövő, vagy a fölöttük levő generáció is tehetünk. Ha már itt említetted, hogy nagyon míves művek születnek, gondolom, hogy egyértelmű volt, hogy azért ezeket valahogy valamilyen formában meg kell jeleníteni, mert ha jól tudom, hamarosan egy antológia is napvilágot lát. Igen, az is a célunk, hogy ezeket az írásokat, ha olyanok, vagy ha vállalják is a fiatalok, akkor megmutassuk a közönségnek. Így már többször szerepeltünk velük a könyvheti programokon, vagy írásokat meg tudtuk jelentetni akár a Szabolcs-Szatmár-Belki szemlében. Most a könyvtár a közösen beadott pályázaton úgy tűnik, hogy most már meg is kaptuk a zöld lámpát, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával meg tud jelenni egy antológia, amiben most válogatjuk össze Nagy Zsukával a fiatalok írásait, és bizony nekünk is egy mérce az, hogy ide mi kerüljön be, hogyan tudjuk majd ezt publikálni, közzétenni, és hogy hát milyen utat ad majd nekik, milyen bemutatkozási lehetőséget ad a fiataloknak, hiszen azért már így önálló kötetben megjelenni, az valljuk be nem kis dolog, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, reméljük, hogy ők is tudnak majd ezzel élni, meg hát sikeres lesz a kötet. Tamás, köszönöm szépen, várunk majd titeket vissza a kötettel és a fiatalokkal és Zsukával egy kis beszélgetésre ide a Weekendbe. Köszönöm, és köszönjük a meghívást. Kedves nézők, Ukrajna a háború következményei címmel nyílt a világ egyik vezető női fotóriporterének kiállítása a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban. A november végéig látható vándorkiállítás csak olyan fotókat tartalmaz, amelyek gyerekeknek is megmutathatók. Ukrán zászlóval letakart koporsó, rommá bombázott lakótelepek a szivárványos égbolt alatt, aluljárókba költözött civilek, és még számos hasonló valós eseményt ábrázoló fotó látható a Zrínyi gimnázium kiállító terében Nyíregyházán. A megrázó erejű fényképek mögött álló Paula Bronstein több mint 30 éve kíséri figyelemmel a világ különböző konfliktus zónáit, ezúttal az Ukrajnában zajló háborús eseményeket hozta test közelbe. A tárlatot elsőként Magyarországon a budapesti House of Lucy galéria mutatta be. Lázár István művelődés szervező közreműködésével került a nyíregyházi gimnáziumba, ahol a Zig galériában a tanév során különböző tematikájú kiállításoknak adnak otthont. Talán a Zrínyi galériának ez az egyik legkülönlegesebb kiállítás az utóbbi időben. Aki nézi esetleg a városi tudósításokat, híradásokat, tudja, hogy a Zrínyi galériában szinte havonta, két havonta egy-egy új kiállítást nyitunk meg. Ennek többszörös célja van, egyrészt, hogy a nappalink otthonos legyen, másrészt természetesen lehetőséget nyújtunk az itt végzett képzőművészeknek, illetve a mostani alkotóknak a bemutatkozására. De talán utoljára hagytam a legfontosabb célt, hogy egyfajta érzékenyítő funkciója is van a Zrínyi galériák kiállításának. Az utóbbi időből például azért Kokas Karolina kiállítását emelném ki a fotós tematikából, amikor is ő a szegény negyedek világába kalauzolta el a nézőket és a kiállítások látogatóit. Én azt gondolom, hogy az anyag összességében küld egy üzenetet, hogy mivé is jutunk, hogyha háború áldozataivá válunk, és sajnos ugye olyan közegben élünk, amikor teljes képtelenségnek tűnt még egy éve az, hogy itt a szomszédban háború zajlik. Most részben a márciusi menekült kérdés kapcsán, vagy nálunk is tanulnak például Ukrajnából áttelepült tanulók, életközelbe került sajnos ez a háború. Ez nem a teljes anyag. Az igazgató elmondta, hogy az iskola művészet tanára is részt vett a fotók kiválogatásában, akivel ügyeltek arra, hogy a halál a maga keresetlen valóságában közvetlenül ne jelenjen meg a képeken, mivel nem sokkolni akarták a diákokat, hanem érzékenyíteni. Ez egy világvándor kiállítás.
Távol-Keleten is járt már, és az a megtiszteltetés ért minket, a gimnáziumunkat, hogy Magyarországon még csak egy helyen volt látható ez a tárlat, a budapesti Lüssi Galériában, és tőlük kaptuk meg ezt a hatalmas anyagot, aminek itt csak a töredéke látszik, és próbáltuk pár kollégámmal pedagógus szemmel tekinteni a válogatás során a képeket, mert tényleg nem a megrettentés volt a cél, mert nagyon erős képek és sajtófotók vannak ebben az anyagban. Próbáltuk a gyerekeket bemutatni, a kisebb gyerekeket, a családokat, a katonák életét és a minket körülvevő környezetet, és azt hiszem, hogy így elrettentés nélkül, de mégis átjön a háború borzalmainak a hatása, és minden gyerek egy kicsit megáll szünetben, és elgondolkodik rajta, hogy mi is folyik körülöttünk. A diákok számára megdöbbentő volt szembesülni azzal, hogy a civilek közül a gyerekeket és az időseket érintik leginkább a háború borzalmai. Számomra a legmegérintőbbek az idősek voltak, mert nagyon fontos, hogy igazából ne csak politikai szemmel nézzük ezt az egész történést, hanem emberi szemmel, és így a képek kiszűrik azt, ami számomra fontos, hogy az emberek, és főleg az idősek, a gyerekek, a legérintettebb korosztály hogyan éli meg ezeket a háborús napokat. Számomra a legmeghökkentőbb kép az egy kisfiú volt, akinek be volt kötve a feje, és nagyon jó volt betekintést nyerni arról, hogy mi is folyik körülöttünk, és szerintem mindenkinek el kell gondolkozni azon, hogy ezeken az embereken segíteni kell, és minél jobban támogatni őket. Paula Bronstein Ukrajna a háború következményei című vándorkiállításának válogatott fotói november 14-éig tekinthetők meg a Zrínyi Ilona gimnáziumban. Vidámabb témával folytatjuk a víkendet. Nyíregyházán a Kertvárosi Közösségi Házba várják a Halloween rajongó gyerekeket, mégpedig október 28-án egy különleges bulira. Vendégünk az egyik szervező, Tóth Népristyák Anita. Szia Anita, jó estét! Sziasztok, jó estét kívánok! Nem érkeztél egyedül? Nem, hoztam a társamat, Jazzy Macit is, ugyanis ő is nagy szerepet játszik az első LCF Kids Club halloweeni buliában. Különböző feladatokkal, ügyességi játékokkal készülünk, angol foglalkozást fogok én tartani a gyerekeknek. Uh-huh. Nem csak gyerekek, hanem a szülők is ugyanúgy érkezhetnek, ugyanis kézműves foglalkozások is megrendezésre kerülnek, illetve csoki gyűjtés lesz, jelmezes felvonulás is ugyanúgy a gyerekeknek, úgyhogy próbáljuk egy kicsit megvalósítani az igazi régi Halloween-t, ahogy külföldön is tartják. Hát gondolom, hogy azért itt az angol szász vonal révén neked azért több információd is van. Még egy picit azért beszélgessünk magáról erről a klubról, vagy klubról, ahol ugye hát gondolom, hogy elsődlegesen a nyelvtanulás a cél, de azért kora gyermekkorban ezt nem lehet olyan véresen komolyan csinálni, tehát csak játékos körülmények között. Így igaz. Hány éves gyerkőcöt érdemes mondjuk már egy ilyen foglalkozásra elvinni, vagy beigyatni? A baby klubunk 6 hónapos kortól indult, és van egy-két gyerek, akik ugye már járnak ezekre a foglalkozásokra. Egészen 14 éves korig szervezzük a különböző klubokat. Ez nem nyelvtanfolyam, hanem játékos klubfoglalkozások, ahol a gyerekek a saját csoportjukkal együtt az ő korosztályuknak megfelelő feladatokat teljesítenek, zenésen játszva tanulunk igazából. Egy 6 hónapossal mit lehet kezdeni tulajdonképpen? Mondókázunk, angol mondókákat énekelünk, és ugye a magyarul is megvannak a mondókák, amiket a gyerekeknek átadunk. Jelen esetben én most az egyéves kisfiammal kezdtem el fél évesen az egészet, és angolul adom át neki a egy üveg alma és a többi hasonló mondókát. És ez mondjuk a nyelvfejlődés szempontjából, esetleg mondjuk az anyanyelv fejlődésének a szempontjából előnyt jelent, vagy esetleg lassítja a folyamatot, hogy neki tulajdonképpen két nyelven kell már elkezdeni gondolkodni? Egyáltalán nem lassítja, sőt, ők annyira befogadóak még ebbe a korba, hogy későbbiekben is észrevehető majd, hogy igenis tudják, és már csak ha meghallják a dalokat, akkor összekapcsolják a képeket, és már mondják saját maguk is. Lehetséges, hogy
más nyelven azokat a kifejezéseket, amiket mi magyarul ugyanúgy átadunk nekik. És egyébként mondjuk a kiejtés tekintetében azok a gyerekek, akik egészen pici korban kezdenek egy idegen nyelvvel ismerkedni, azok mondjuk akár akcentus nélkül, vagy szebben beszélnek, mint azok, akik csak az iskolapadban? Mi erről a tapasztalatról? Nem tudunk nagyon nagy különbséget tenni, mert ugye, ahogy a magyar nyelvben is van akcentus, az országon belül is érzékelhetőek, ugyanúgy ugye az angol nyelvnél is, viszont nem teszünk a gyerekek között különbséget, hogy most te jártál, vagy csak az iskolába tanultad a nyelvet. Értem. Na hát minden esetre ez izgalmas lehet, bekukkantani egy-egy ilyen korcsoportba, de itt most ezen a halloweeni bulin gondolom, hogy zanzásítva lesznek, tehát a legkisebbektől a legnagyobbakig vártok mindenkit. Gondolom, hogy van egy mag, akik már járnak a foglalkozásokra, de ez most úgyis fölfogható, mint egy nyílt nap, nem? Így igaz, tehát mindenkit szeretettel várunk erre a rendezvényre is. Akik eddig jártak már a foglalkozásokra, ők egy kicsit előnyben lesznek, hogy már egy-két dalt esetleg fognak ismerni, viszont ez nem kizáró azoknak, akik még először jönnének el. Olyan, mintha egy próba óra vagy egy próba foglalkozás lenne, hogy meglássák, hogy milyen is az élet nálunk a Kids Clubba. És egyébként itt a Kertvárosi Közösségi Házba is tartod ezeket a foglalkozásokat? Igen, folyamatosan ott szervezem. Augusztus 31-e óta a Kertvárosi Közösségi Házban szervezem, és ezt szeretném tovább elvinni Nyíregyházára is, nem csak a kertvárosi részben, mert igenis van rá igény, és sajnos nagyon kevés lehetőség van városunkban, hogy az angol nyelvet iskolán kívül a kisebbek, akár az bölcsődések, vagy az óvodások is, hogy maguk megtanulják, magukba szívják. Na hát akkor arra buzdítjuk a nézőket, hogy ezt a halloweeni partit ne hagyják ki. Ez október 28-án lesz, pénteken, 17 órakor kezdődik. Van valami feltétel? Mindenképpen muszáj jelmezbe öltözni, vagy ez plusz pont, a szülők is öltözzenek valami rémes cuccba, vagy nem feltétlenül? Be lehet nyugodtan a szülőknek is. Aki a felvonulásra ugye beöltözik, esetleg a gyerekeknél ugye plusz csoki tojásra lehet számítani. Egy előzetes jelentkezés regisztrációt kértünk, hogy tudjuk, hogy hány gyerekkel tudunk számolni mi is. Ezt milyen felületen kell megtenni? Telefonon is meg? És a Facebookon is, a Facebook oldalt az LCF Kids Club nyíregyházi oldalán is, akár e-mailbe is lehet nálam is jelentkezni, de Facebookon ott a plakáton mindent megtalálnak a nézők is. Köszönjük szépen, Anita, és egy rémisztő, de nagyon jó kis bulit kívánunk nektek, valamennyi ötöknek. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, hamarosan folytatjuk a Weekend második részével, Kürti Lászlóval beszélgetünk, majd maradjanak velünk. Még a Vatikánban is bemutatták annak a csúhébaba készítőnek az alkotásait, akinek most a Nyíregyházi Városmajori Művelődési Házban nyílt kiállítása, erről következik egy összeállítás. Amit a legnehezebb elkészíteni ezek közül, hát körülbelül a ló. Az állatfigurákkal még egy kicsit hadilában állok. Tamaskovics Gáborné mutatja kameránknak az első kiállításra készített babáit, melyekre azóta is büszke. Az első kiállítás óta az elmúlt 9 évben az ország számos helyén bemutatta már alkotásait. Jelenleg a Nyíregyházi Városmajori Művelődési Házban azokat a csuhé babáit is megtekintheti a közönség, amelyeket Arany János és Petőfi Sándor versei inspiráltak. 2011-ben indult ez nekem. Elkísértem a lányomat a barátnőjéhez, és ott a nagymama és az anyuka éppen csuhéangyalkát készített, aztán ott maradtam én is egy kicsit megpróbálni, hogy milyen lehet ezt elkészíteni, és innen indult az egész, hogy én azt az egyszem kis angyalkát, ami kb. Így nézett ki, bevittem az iskolába másnap, és ott azt mondták nekem, hogy hát ha tudsz angyalkát, akkor csinálj egy betlehemet. És én mondtam, hogy de hát én betlehemet nem tudok készíteni, hát én csak angyalkát tudok, azoknak meg se kezük, se lábuk. És innen indult a történet, aztán 2 év múlva már odáig jutottam, hogy a Jós András Múzeumban Mesterkezek című kiállításon az én mesterembereimet is beválogatták. Teljesen véletlenül Tokajban találkoztam egy boltban a nénivel, aki éppen mutatta, hogy ezeket a babákat ő készíti.
És én akkor megkérdeztem tőle, hogy mehetnék-e hozzá tanulni. Szabó Bélánénak hívják, Marcsinak, és Tímáron lakik, és ő megengedte nekem, hogy mehetek hozzá tanulni, és ott először lánybabákat készítettünk együtt, majd később egy másik alkalommal a fiúbaba készítésére is megtanított, mert azt rácsodálkoztam nála egy ilyen íjász fiúra, aki nadrágban és csizmában állt, hát rettenetesen lenyűgözött, hogy ez milyen szép, és azt én mindenképpen meg szerettem volna tanulni. A 9 év alatt szerintem, hogy 15-16 helyszínen voltak a babáim, és eddig, ami a legkiemelkedőbb, az, hogy bejuthattam a Száz Jászol Nemzetközi Kiállításon a Vatikánba az egyik Betlehememmel. Most az éven pályázok újra, még onnan nem tudjuk, hogy beválogatásra került-e vagy nem. 2017-ben a Magyar Kézművességért Alapítvány, az AMKA egy pályázatot hirdetett. Budapesten a Dunapalotába lehetett pályázni Arany János emlékév kapcsán. Arany János születésének 200. évfordulójára volt ez hirdetve, és én oda készítettem el a verszibárdokat és az Ágnes asszonyt. Aztán utána megjöttek a versek csak úgy tovább, hogy ha már Arany János, akkor a barátja Petőfi. Én nagyon szeretem az Arany János Petőfi verseket, és innen indult a dolog. Régen biztos, hogy játék célból, de nem ilyen alkotások születtek a csúhéból. Én most ilyen kis életképeket szeretnék megjeleníteni, ez pedig a kedvenc mesém, Mátyás Királyos, ez egyszer volt Budán kutyavásár, és próbáltam minél több szereplővel elkészíteni, hogy az a kis vásári hangulat is meglegyen, és a szegény parasztember, aki felvitte a kutyáit, hogy Mátyás királynak az udvarába el tudja őket adni. És ezt a kis hátteret is így a férjemmel közösen készítettük hozzá, hogy próbáljuk a vár hangulatát oda tenni még mellé. Ez is volt Pesten, a Dunapalotában, a Mátyás király emlékév kapcsán fent kiállításon. A hajakat vagy kenderkócból készítem, vagy a csuhénak abból a bajuszából. Általában meg szoktam rajzolni, ami a fejemben van, és akkor utána készítem el. Hát a csuhét azt meg válogatni kell, mert nem mindegy, hogy milyen vastagságú, az sem mindegy, hogy mekkora. Mondjuk, hogyha egy kisebb csuhéból csak egy kicsi szoknyát tudok készíteni, akkor a lány alacsonyabb lesz, hogyha pedig jó, hosszú, szép csuhén van, akkor azt a fiú nadrágjának szoktam felhasználni, mert ahhoz azért sokkal hosszabbak kellenek. Nagyon szerettem ezt a verset, még iskolás koromban is, és ahogy megfogalmazódott bennem, hogy Petőfi versekkel fogok többségében foglalkozni, így biztos voltam benne, hogy ezt el fogom készíteni, de mivel több helyszínen játszódik a történet, így nekem is három kis helyszínt kellett létrehoznom. Az első az a kocsma történet, ahol vannak a zenészek és az ivó emberkék. Aztán volt a gazdagház, itt lesz a gazdagház, ahonnan bekopog a szolgáló, hogy kicsit csendesebben legyenek már, és elkészítettem a szegényházat is, ahonnan majd megy a szegény lány, és szól, hogy egy kicsit csendesebben, mert az anyukája beteg, és akkor abba hagyják a mulatságot, és hazamennek a legények. Hát ezt annyira szerettem, ezt a verset, hogy ezt muszáj voltam elkészíteni. És hát olyan jól sikerültek nekem, kedvenceim azok a zenészek, akik ott vannak. Sokat bajlódtam velük, de aztán ilyen jól sikerültek szerintem. Ezek is miniatűr poharakat, kancsókat, ezek már ugye nem csuhéból készülnek. Ezek miből és hogyan készülnek? Én ezeket, hogyha járok valahol bolhapiacon, vagy használt német boltba, és találok ilyen kis kiegészítőket, akkor mindig megveszem, és már van otthon két doboznyi, hát mindenféle kis teknőtől kezdve kiegészítő, és hogyha majd egy olyan verset, vagy egy olyan alkotást készítek, amihez pont fel tudom használni, akkor már vannak hozzá ilyen kis kiegészítőim. A Városmajori Művelődési Házban nyílt ingyenesen látogatható kiállítás október végéig várja az érdeklődőket. Ok.
október 21-én született Nyíregyházán Krúdi Gyula. Az író születésnapja alkalmából nemrég megemlékezést tartottak a megyeszékhelyen. Melynek szomorúsága, csillagtalansága, kézilámpás őszi estéi, cinkefüttyös ködös seggelei, kisvárosias gondolatai és magányos életmódja elől most 30 esztendeje elmentem, éppen egy őszi napon. Egy múlt század elejé kerthelyiség Sóston. A nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium diákjai korhű jelmezekben idézték fel a korabeli városlakók mindennapjait. Ilyenkor, október közepén jelképesen hazatér Krúdi. Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész köztéri alkotásánál az író születésének évfordulójára emlékeznek fiatalok és idősek. Vitathatatlanul egy nehéz korszakban élő, nagyon-nagyon tehetséges ember volt. Én nem is találkoztam más olyan íróval vagy költővel, aki Nyíregyházát, Nyíregyháza fejlődését olyan szemléletesen tudta volna leírni, azt, hogy Nyíregyházán hogyan történt, mondjuk a tirpákok bevonulása, milyen volt itt az élet. És hát nyilván az irodalomban, amit letett az asztalra, az megkérdőjelezhetetlen. És ugye Nyíregyháza városa posztumusz díszpolgárává is avatta Krúdi Gyulát, akinek az élete azért nem volt olyan könnyű. Nyilván a tehetsége, ezzel a nagy tehetséggel, amit őt megáldotta az ég, azzal nyilvánvalóan sok negatív hatás is érte. Úgyhogy azért fontos elsősorban nem csak a helyi kötöttség miatt, a kötődés miatt, hanem a nevek, az évszámok, a könyvcímek, azok igazából nem sokat jelentenek, hanem meg kell ismerni a környezetet, meg kell ismerni azt, hogy kimben alkotott, és egy dolog nagyon fontos, a tehetség, a tehetségnek az ápolása, és a tehetségnek a folyamatos fenntartása. Nyilván minden ember tehetséges valamiben. Valaki nagyon jól ír, valaki nagyon jól farag, házat épít, valaki nagyon jól tanít, valakinek nagyon jó lexikális tudása van, ez egy adottság. De ezt az adottságot fenn kell tudni tartani, folyamatosan szinten kell tudni tartani, sőt ezt folyamatosan fejleszteni kell, mert egyébként ez elveszik. Krúdi Gyula egy nagyon jó példa erre, hogy tényleg az élet stílusát is figyelembe véve, mert ő szerette a lazulást, a nagy étkezéseket, az ivásokat és a hölgyeket is nyilvánvalóan, amely műveiben meg is jelenik különböző szereplőink keresztül, de emellett az életvitel mellett azért alkotott. Egy olyat alkotott, amit mondjuk majdnem 90 évvel a halála után is tanítanak, ami 90 évvel a halála után is egy olyan igazsággal szolgál, amit a ma élő fiataloknak is figyelembe kell venniük, és el kell tudni rajta gondolkodni. Krúdi Gyula 1878. október 21-én született Nyíregyházán. Irodalomtörténeti munkássága a települési értéktárba felvett nemzeti értékek közé tartozik. Életműve a nyíregyháziaknak különösen becses. Emlékét róla elnevezett utca, intézmény, épület, emléktábla, szobor is őrzi a megyeszékhelyen. Maradjunk a magyar irodalomnál a következő percekben is, Kürti Lászlóval az idén megjelent kötetéről, díjakról és a jövő héten megjelenő szerb kötetről beszélgetünk. Szia, jó estét! Szia, jó. Hát szívből gratulálok, van mihez, mert egyrészt gyönyörűek a kötetek, amit hoztál, így a legújabb is, ami most a könyvhéten jelent meg, Apa jegyek címmel. Hát nem is tudom, hogy ajánlanád te magad ezt a kötetet annak, aki még nem olvasott esetleg tőled, vagy nem hallott akármilyen feldolgozásban Kürti László verseket? Én mindig próbálok az élet felől írni. Hogyha most a filozófus végzettségemet tekintve kezdenék el írni, és akkor filozófikus verseket írni, akkor meglehetősen nehéz lenne azt a nyelvet külön megtanulni, hogy aztán majd valamit kezdjen vele majd az olvasó, és ráadásul annyi melót beletenni, mai világban kevéssé gondolhatnánk, hogy ez reális. De hogyha az okoskodás kihagyja az ember belőle, és lehetőleg az élet felüli szövegeket úgy írja meg, hogy abból nem filozofálni igyekszik az ember, sem olvasóilag, sem alkotóilag, akkor talán a mindennapi dolgainkról tudunk szót ejteni, ahol pedig lehet az külön cél, hogy hol megbotránkoztatni akar az ember, hol fölemelni, tehát mindenféle ilyen eszközzel bírva lehetőség szerint olyan tematikákat igyekeztem
kialakítani a könyvben, ahol igen, az apasság kérdésével foglalatoskodik a kötet, akár gyermekként az apjával, akár apaként a gyerekével, vagy éppen azokkal, akik körbeveszik, és azokat a szeretteit igyekszik valami módon belátással szeretni, hogy teret adjon nekik ahhoz, hogy kibontakozni tudjanak ők is. Az apajegyek, azok apasebek is? Nagyon szép, apasebek is, akár igen, apasebek is, de közben én amíg is azt látom, hogyha véletlenül még mindig apámról írok, és apám általi sztorikat hozok föl, azok már nem annyira fájdalom felől szólnak, viszont még mindig van egy olyan hatóereje, azt érzem, hogy meg lehet, hogy neki ez egy kicsit meg kell birkóznia vele, bár nem szoktunk ezen külön szkanderozni, hogy akkor ezekre a szövegekkel mit is kell kezdeni, de azt érzem, hogy ezek valószínűleg generációnkra nézve is előteljes, hiszen a mai fiatal generációk azon szokva, hogy a gimnazistáink is mondjuk, hogy a kocsival járnak, de hogyha nem járnak kocsival véletlenül, akkor hozzák viszik őket 500 méter távolságból is. És szóval valójában egy egészen másfajta tendencia volt a mi korosztályunkban, az én korosztályomban, így mondom, és azért ebben a tapasztalatban azt hiszem, hogy annyi érdesség és annyi indulat és lendület és akár néha düh jellemző, hogy ezekről nagy világot lehet megnyitni. Azt nyilatkoztad, hogy az irodalom nem más, mint tulajdonképpen egy kapcsolódás az idegrendszer és a lélek között. És most, hogy például most kezembe veszem az egyik kötetednek a szerb fordítását, az jutott eszembe, hogy bármilyen nemzetnél ugyanez a kapcsolódás, és ugyanez az út, tehát vagy azért itt Kelet-Európában mi nagyon hasonló szőrűek vagyunk, és ilyen módon nincs túl nagy különbség. Én azt hiszem, hogy itt a kelet-európai érában azért a véres valóság kicsit másképpen van életben, mint egy amerikai ember életében, de ennek ellenére mégis azt gondolom, hogy ezek a lelki ügyeink, ezek mégis antropológiai, valahogy egyfelől vagyunk, tehát hogy nem annyira lehet kikerülni azokat a személyiségfejlődés különböző útjait, másfelől pedig azokat a elszakadás, leválás szülőtől, szerelemtől, nem tudom én, megházasodás, gyereknemzés, aztán. Szóval egyszerűen azok a köröket mindannyian megéljük így vagy úgy, és aztán, hogy hogyan fogja elfogadni a társadalmi berendezkedés, az egy részletkérdés, de helyek közben mindannyian, majdhogy nem ebben a cipőben járunk végig mindannyian. Ugye tavaly 2021-ben volt a Balassi Bálint Kard díj, és most pedig egy szerb díjat kaptál. Erről mesélj egy kicsit, meg egyáltalán, hogy hogyan jött ez a szerb fordítás. Igen, a szerb fordítást Kovács Jolánka végezte. Már láttam, hogy nagyon jó fordító lesz, amikor néhány szörre visszakérdezett egy pár részletre, hogy hogyan van, és látható volt, hogy olyan rétegzett figyelemmel és értőolvasói, fordítói figyelemmel kérdezett bele különböző szöveg részletekbe, hogy volt, hogy elő kell tegyem a szöveget, hogy pontosan akkor hogyan is néz ki összességében, hogy én magam is mit akartam ott egészen pontosan, tehát az világos volt, hogy ez egy nagyon jó fordítóm van. És aztán pedig meglepetés volt számomra, hogy ez a kötet, amikor elkészült, és aztán díjat kapott, és most éppen a második kiadása jelenik meg, és a jövő héten Szerbiába utazom, pénteken lesz egy bemutatója a második kiadásnak, és egy beszélgetésem, éppen Jolánka fog beszélgetni velem is, Pál Dániel Revente kollégámmal. És hát gondolom, hogy az apajegyek kapcsán is most azért nagy lesz a idézőjelben a felhajtás, hiszen sokszor találkozol majd az olvasóiddal, büszkék rád a diákjaid ott Máté Szalkán, és hát jó nekik, mert hogy rengeteg rendhagyó, illetve évente több rendhagyó irodalom órát is szerveztek. Hát hány lelket mentettél meg itt az elmúlt években pedagógusként? Hogy érzed? Ezt nem lehet tudni. Ezt nem lehet tudni, mert az, hogy ki az, aki olvasó, ki az, aki megtalálja ezeken a rendhagyó irodalomórákon maguknak azokat a szerzőket, akik például Máté Szalkára tudunk hozni, vagy éppen Nyíregyházára, vagy Vásárosnaimba tudunk hozni, azt mindenki belülről érzi, hogy kire talál rá, és aztán kit fog majd maga
fordításában belülről megtapasztalni, és valahogy úton segíteni neki. Nem mindenki fordul személyesen az emberhez, mit tudom én, a versírás kapcsán akár, de abban azért lehet reménykedni nyilván, hogy a szövegek, a versek nem véletlenül nehéz időkre vannak kitalálva, és bármennyire vagyunk most még mindig azt mondhatjuk egy erős békeidőben, de most látjuk, hogy a világ kifordul önmagából, itt a szomszédságunkban háború, aztán mindenféle gazdasági világválságok jönnek új fent, tehát hogy valójában egy ilyen józanító pofonok előtt vagy közben állunk, és azt kell, hogy vizionáljuk magunknak, hogy ébrezgetnünk kell magunkat meg egymást, hogy igazából, és valójában akkor kerülünk bele a szellemi térbe is, mert amúgy egy zsíros, hájas, meleg létezésben igazából elvész a figyelem, és valójában minden érvénytelenné válik, és bekapcsoljuk a televíziót, sokszor olyan műsorokkal találkozunk, ahol tényleg nézek, hogy most akkor ez most mitől van, ez meg ez. Tehát valójában az, hogy visszajussunk az olvasásig, és visszajussunk azokba a kultúr, műsorokba és kultúrterekbe, ahhoz egyfajta józanságra van szükség, és ahhoz sajnos jó néhányszor egy pár pofonba, vagy ilyen értelmű társadalmi változásokba is bele kell futni. Laci, köszönöm szépen, én is azt gondolom, hogy a közösségeknek van megtartó ereje, és az ilyen szellemi tereknek, ennek a fajta közösségnek is szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. Kedves nézők, az írás után egy másik művészeti ággal, grafikával folytatjuk. Szepesi Béla kiállításán jártunk a nyíregyházi Pál Gyula teremben. Eperjes, Selmec, Lőcse, Pozsony, egykor híres magyar városok, a felvidéki és erdélyi területekről a 17. században írt Magyar Simplicissimus című kalandregény ad gazdag leírást. Szepesi Béla grafikus művész a művet alapul véve alkotta meg azonos című kiállításának anyagát. Ez a regény a Magyar Simplicissimus Daniel Spernek a műve, aki egy wroclawi, illetve a magyar neven boroszlói német, aki viszonylag korán árvaságra jutott, és utána kiderült az, hogy nem egy hétköznapi figura. Árvaházba volt, majd nevelőszülőkhöz került kalandos útja során, elvetődött az akkori magyar felvidékre, és felcseperedve végigjárta az akkori Magyarországot, nevezetesen felvidéket és Erdélyt. És nem csak, hogy végigjárta, hanem különös kalandokba bonyolódott, harcolt a török ellen, tábori zenész lett, bejárta Erdélyt, megmászta az akkori Kárpátok legmagasabb csúcsait, és nem csak, hogy ezeket megélte, hanem ezt egy regényben is, egy önéletrajzi regényben megörökítette, és ezt az 1600-as évek végén ki is adta. Ez az egyetlen ilyen tárgyú regénye, a többi az zenei jellegű, hiszen alapvetően zenész volt. De ez a regény annyira eleven és annyira pontosan adja vissza azt a vidéket, tehát az akkori Magyarországot, hogy felmerült bennem a gondolat, hogy ez mindenképpen érdemes a megörökítésre, hiszen ha megnézzük az a terület, amelyet bejárt, az képviselte akkor a magyar kultúrát. Egyáltalán a Magyarországot. És amit ma Magyarországnak megélünk, ez a terület, ez a 93 ezer négyzetkilométer, ez gyakorlatilag akkor a török hódoltság alatt élt, és szinte teljesen elnéptelenedett. Tehát elmondhatjuk azt, hogy ezek a városok, ezek voltak azok a magok, amelyek a magyar kultúrát tovább éltették. És nekünk, mai magyaroknak, különösen a Magyarországon élő magyaroknak, kötelességünk, hogy emlékezzünk erre, hiszen nélkülük nem lennénk, nem lenne egyáltalán magyar kultúra. Tehát ez a grafikai sorozat, amely 12 városnak állít emléket, ez nem a Daniel Sper regényének az illusztrációja, hanem egyfajta korképet ad, egyfajta ilyen mementó. Mindegyik városnak megterveztem a madonnáját, hiszen központi szerepet foglal el egyáltalán a hitéletünkben, vagy életünkben a Mária kultusz, és hát mindegyikben benne van az akkori idők
nek megfelelő városnak egy-egy ilyen metszethez hasonló rajzolata, ami nyilván linómetszet, és hát ezzel utalva arra a korra, és ezzel egyben utalok arra is, hogy amikor Daniel Spernek az ember olvassa a regényét, például Lőcsének a leírását, az annyira életszerű, annyira a legapróbb részletekbe is belemegy, hogy a piacon mit lehet kapni, hogy mit termelnek a környéken, hogy milyen foglalkozásokat űznek az emberek, és ezért van az, hogyha alaposabban megnézzük ezeket a grafikákat, akkor rengeteg ilyen életképi jellegű, a korra utaló, akkor hétköznapjára utaló motivumot láthatunk. Az alkotásoknak nagy lendületet adott az, hogy megkaptam a Magyar Művészeti Akadémiának az ösztöndíját. 12 ilyen nagy méretű munkáról van szó, amelyek mint egy puzzle kisebb, nagyobb linómetszetekből állnak össze, illetve vegyítve egyfajta digitális háttérre. Tehát azt mondhatnám a technikájára, hogy ez digitális rajz, linómetszet és digitális print textilen, ugyanis a linómetszeteket utána beszkenneltem, digitalizáltam és összeállítottam egy kompozícióban. Hogy miért van ez a kettősség? Hát egyrészt magyarázhatnám azzal, hogy én valamikor a doktori disszertációmat is abból írtam, hogy a számítógépes grafika és a hagyományos grafikának az egymásra hatása, de ennek a két technikának ilyen formában történő ötvözése arra is lehetőséget ad, hogy a különféle történelmi korokat, mint rétegeket kapcsoljam egymáshoz, egymásra. Tehát ahogy szinte az ember felfejti az alatta lévő újabb és újabb lehetőségeket, és úgy bukkannak elő az újabb és újabb értékek. Tehát egy ilyen mixed technika, de minden fekete-fehér, és úgy gondolom, hogy így eléggé egységes képet tud mutatni. És azért, hogy látszódjék, hogy ez miből is épül fel, ezért külön kiállítottam a falakon látható bekeretezett formában az eredeti linómetszeteket is. Tehát, hogy ez nem csak ilyen hókusz-pókusz, meg digitális varázslás, hanem ennek megvan a nagyon komoly és jól megdolgozott kézműves alapja. Itt, ha megnézzük alaposabban ezeket a munkákat, látjuk, hogy átlagosan 10-12 linómetszet található egy felületen, vagy van amelyiken akár 20 is. Így, hát ez felszorozva azt jelenti, hogy olyan 150 körüli linómetszetet készítettem másfél év alatt. Tehát az elég jelentős mennyiség. Volt egy olyan ötletem, hogy amit kimetszek a linóból, tehát azok is apró kis darabokat, azokat nem dobtam ki, legalábbis egy részét nem. És hát ez egy 5 literes uborkás üveget megtölt. Lehet, hogy majd azt is kiállítom egyszer, mint metszetet, mint mellékterméket. Mind a 12 egyformán kedves számomra, ez nyilvánvaló, mint hogy az embernek a gyerekei is egyformán kedvesek számára, de talán azért hívnám fel a figyelmet egy-két városra, mert azok szinte eltűntek, és alig látható belőlük valami. Most, ha ellátogatunk Eperjesre, akkor a régi városból alig maradt valami, és magyar szót is már elvétve lehet hallani, de ugyanígy Nagy Sáros a feledés homályába tűnt, vagy Homonna, ami a Turzó családnak volt az egyik ősi fészke, akik uralták az egész felvidéket, sőt, hát a Turzók voltak a leggazdagabbak az akkori Magyarországon. Hát ugyanúgy Lőcse is fontos, meg hát Pozsony, mint a volt fővárosunk. Hát ezt a metszetet külön is kiállítottam az ellopott főváros címmel, hát hiszem, hogy ez magáért beszél. Tehát vannak olyan városok, amelyek már nincsenek olyan jelentős pozícióban, sőt szinte a váruk se létezik. Itt van például Kisszeben, amit nem szabad összetéveszteni Nagyszebennel, mert a kettő között van körülbelül 200 kilométer.
de Kiszebenben született például Csontvári Koszkati vadar. Tehát ebből a szempontból is érdekes, de ez csak egy nyilváni későbbi összefüggés. Tehát ezek a városok, hogy Nagysáros, a Sáros megye központja, Kiszeben, ezek különösen Bártfa gyönyörű. Hát, hogyha valaki Bártfára ellátogat, a bártfai főteret ragadtam meg éppen, hát az egyik legszebb felvidéki templommal és szárnyas oltárral rendelkezik. Na most még a madonnákra visszatérve, azért is kellett, hogy madonna legyen mind a madonna kultusz mellett, mert a felvidéki művészet, különös tekintettel a szárnyas oltárokra, az annyira egyedülálló egyrészt Európában, és talán megkockáztatnám, hogy felveszi a versenyt a korabeli gótika legnagyobb nyugat-európai emlékeivel is, és én nem vagyok meggyőződve arról, hogy minden áron és minden formában mindig arról kellene beszélni, hogy a kultúra nyugatról megy keletre. Mert én szerintem ezek a művek ugyanúgy megszülethettek helyben is, ugyanolyan formában, mint ahogy a keletről való nyugatra való áramlás, és itt kanyarodjunk vissza akár Van Eyck, akár Memling művészetére, az ugyanúgy jelen volt. Tehát volt azért egy ilyen általános európai műveltség, és most ha konkrétan nem is ezek közül, a városok közül választanék példát, ott van például Szepesszombat, amit ma Spiská-Szobotának mondanak. Hát Szepesszombatnak a oltárképei, azok tényleg világszínvonalúak, bár nincs annyira benne a mai magyar kultúrában, pedig érdemes ellátogatni oda, és érdemes megnézni ezeket a városokat, mind amit itt megörökítettem ilyen formában. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe, remélem sok érdekes dolgot láttak és hallottak. Tartsanak velünk jövő héten is, amikor többek között az őszi magyar ünnepekről beszélgetünk majd Pál Istvánnal. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, nagyon kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!